Honorváros önkormányzata Kis Gábor rendőr alezredest, a bűnügyi osztály vezetőjét tüntette ki idén a város közbiztonsága érdekében tett munkásságáért a Monori képviselőtestület októberi testületi ülésén. Következzen egy részlet a testületi ülésből, Kis Gábor alezredesnek pedig szívből gratulálunk. Tisztelt önkormányzat, azt gondolom, hogy a 21. században a helyi közrend és a közbiztonságnak a kérdése az egyik legfontosabb közügy. Az embereknek a biztonság iránti vágya egy alapvető igény lett, nyilván az volt korábban is, de azt gondolom, hogy egyre drágább közkincsről beszélhetünk. Egyre fontosabb lesz az embereknek, és egyre inkább befolyásolja a döntéseiket, például azokat a olyan típusú döntéseiket, hogy mondjuk mely települést választja valaki az állandó lakhelyéül, vagy ha mondjuk egy cégről van szó, akkor adott esetben hová telepíti a telephelyét. Ugye kapitány úrral elég sokszor szoktunk erről beszélni, hogy azért a helyi közrendnek és a közbiztonságnak azért van egyfajta önmagán túlmutató fontossága vagy jelentősége is, és hát az embereknek a mindennapjait azon túl, hogy befolyásolja, de még a hosszú távú döntéseikre is kihatással lehet. Egy nagyon fontos közjóról van tehát szó, amiben azért a városi, illetve települési önkormányzatoknak is lehet, sőt van feladata. Ugye tudjuk, hogy a korábbi önkormányzati törvény, illetve az új úgynevezett MÖTV, tehát a magyarországi önkormányzatokról szóló törvény is nevesíti az önkormányzatoknak a feladatai között azt, hogy közre kell működnie, valahogy így fogalmaz ugye az MÖTV, a helyi közrenddel és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátásában. Ugye kivel működünk közre? Hát elsősorban természetesen ugye a helyi közrend és közbiztonság legfontosabb letéteményesével, ugye azzal a szervvel, amely ugye ezt hivatott elsősorban biztosítani, nyilván más egyébként nagyon fontos testületek, szervezetek mellett, amilyen például a polgárőrség, tehát alapvetően a rendőrséggel kell ebben a munkában közösen részt venni, és hát azt gondolom, hogy a Monori önkormányzat az a lehetőségeihez mérten igyekszik mindent megtenni, hogy a helyi közrend és a közbiztonság az inkább javuljon. Ennek azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban számos kézzel fogható jele, vagy inkább azt mondanám, hogy eredménye is lett, ez pedig ugye az a rendőrségi statisztikákban megfigyelhető eredmény, ami alapján azt gondolom, hogy kijelenthetjük, hogy Monor város önkormányzata, illetve Monor város az egy biztonságos település. Ugye ezt nem csak én mondom, meg ez nem csak egy lózunk, hanem ugye az az úgynevezett, kicsit bonyolult nevű egyesített nyomozó ügyészségi statisztika, ugye jól mondom, tehát ez az ennyű statisztika is ugye évről évre ezt támasztja alá, azt támasztja alá, hogy igenis a városunkban javul a közbiztonság. Ugye nagy örömünkre szolgált, talán sokan találkoztak vele, amikor talán két hónappal ezelőtt egy internetes portál, hogyha jól emlékszem, ez a budakörnyeke.hu készített egy összefoglalót arról, hogy a betöréses lopások tekintetében, ami talán ugye a közrendet vagy a közbiztonságot, a köznyugalmat a leginkább zavaró deliktum, hogy állnak Pest megye települései, és hogy állnak az agglomeráció települései. És ugye ez a cikk, illetve az a statisztika, ami alapján a cikk készült, ugye egyértelműen bemutatta, hogy a 10 000 lakosra jutó betöréses lopások tekintetében Pest megyében ugye Monor a legbiztonságosabb település. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eredmény, és egy nagyon komoly érdem, hát mindenek előtt a helyi rendőrségnek, a rendőrkapitányságnak egy nagyon fontos érdeme, aminek egyrészt örülni kell, másrészt már a következő pillanatban ugye azon kell tudnunk dolgozni, hogy ezt az eredményt, ezt meg tudjuk őrizni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ugye az önkormányzat, amikor utaltam arra, hogy részt vesz a helyi közrend és közbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátásában, akkor ezt többek között azzal is teszi, hogy egy olyan kitüntetést alapít, és egy olyan kitüntetést ítél oda évről évre, amelyben a helyi közrend és közbiztonságért legtöbbet tevőket jutalmazza, vagy legtöbbet tevőt jutalmazza. Szeretnék ismertetni egy oklevél tartalmat, szeretnék felolvasni egy oklevelet ezzel kapcsolatban. Monor város önkormányzatának képviselő testülete
Monorváros közbiztonsága érdekében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréseként Kiss Gábor rendőr alezredes úr részére a Monor közbiztonságáért díjat adományozza. Gratulálok. Köszönöm szépen a megtiszteltetés. Köszönöm szépen. És van egy kis tárgyutalom hozzá. Köszönöm. És maga a plakett. És azt kérem, hogy egy picit maradj még. Jó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az osztályvezető 1996. július 1-én kezdte meg hivatásos szolgálatát a rendőrség állományában. A monori rendőrkapitányságra 2000. július 1-én került a pilisi rendőrös főnyomozói státuszára. Majd ugyanott 2001 és 2003 között őrsparancsnok helyettes, ezt követően őrsparancsnok is volt. A közrendvédelmi osztály élére 2012. november 16-án került, majd 2015-től a bűnügyi osztály vezetésével lett megbízva. A monori rendőrkapitányság vezetőjének távolléte esetén helyettesítési hatásköre van. Munkáját évek óta tartósan magas színvonalon végzi, határozottsága és szorgalma példamutató. Kiemelkedő hely és személyismerettel rendelkezik, kiváló viszonyt alakított ki kollégáival, beosztottjaival és parancsnokaival. A vele szemben támasztott szakmai elvárásoknak kiválóan megfelelt, munkája példa lehet a fiatalabb kollégák számára. Bűnügyi osztályvezetőként több kiemelt bűncselekmény elkövetőinek elfogását is koordinálta, mely Monor városának szilárd közbiztonságához rendkívül nagy mértékben hozzájárult. Gratulálunk az alezredes úrnak, és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen, igyekezni fogok. Köszönöm. A közös nevező sorozat keretén belül kerül megnyitásra az 56-os arcképcsarnoktárlat, melyen Kiss Adél, Olá Mátyás Kinga és Olá Mátyás László munkáit tekinthetik meg november 16-áig. A tárlat megnyitóra október 23-án az ünnepség után körülbelül 11:30-kor kerül sor. A kiállítást megnyitja Bernula Béla Péter, köszöntőt városunk polgármestere dr. Zsombok László mond. A tárlat megnyitó helyszíne a Vigadó emeleti galériája. Október 26-án Varázsének címmel gyermekkoncertre várják a kicsiket és nagyokat egyaránt a Vigadó dísztermébe, ahol a Holló Együttes Vörös Sándor megzenésített műveivel és rajzfilmek dalaival szórakoztatja a gyermekeket. A koncerten aktív résztvevők lesznek a legkisebbek. A családbarát rendezvény délután 5 órakor kezdődik. November 9-én a Monori Művelődési Központban újra moziba látogathatnak az érdeklődők, ahol a legújabb premierfilmeket tekinthetik meg a látogatók. A mozgómozi délelőtt óvodai és iskolai csoportok részére ismeretterjesztő és mesefilmeket, délután pedig a legfrissebb akció és családi filmeket vetíti. Bővebb információval keressék a Vigadó munkatársait a jól ismert elérhetőségeken keresztül. November 17-én a Vigadó díszterme ad otthont Szekeres Adrien koncertjének. A program 17 órakor kezdődik. November 23-án a Vigadó díszterme ismét átrendeződik, hiszen Krucsó László designer egy újabb angyali üdvözlettel készül az érdeklődők részére. November 10-i adásunkban egy előzetes beszélgetést láthatnak Hanzelik Andreával és Krucsó Lászlóval. A fentebb említett programokról, illetve a 2019-es év elejének terveiről jövő heti műsorunkban Hanzelik Andreával fogunk beszélgetni. Honorváros önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve A, illetve B típusú Burza Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019-es évre. Mindkét pályázat benyújtásának határideje november 6-a. Bővebb tájékoztató a www.emet.gov.hu címen a Burza Hungarika menüpontban, illetve Monorváros honlapján érhető el. Monorváros önkormányzata megemlékezés szervez október 23-án délelőtt 10:30-kor az 56-os emlékműnél. Ünnepi beszédet mond dr. Zsombok László Monorváros polgármestere. Közreműködik Kolber Frank Pál, Jászai Mari díjas színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója. A megemlékezésen kerül átadásra a közszolgálatáért díj. Ezt követően a Vigadó emeleti galériájában 56-os arcképcsarnok címmel kiállítás nyílik meg a közös nevező sorozaton belül.
A monori polgármesteri hivatal pályázatot hirdet egy fő közterület felügyelői munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje október 25-e. Bővebb tájékoztatást a www.monor.hu oldalon találnak, vagy Kerepeszki Ildikó irodavezetőtől kérhetnek a 29-es körzet 612-313-as telefonszámon. A Kövál ZRT értesíti a lakosságot, hogy a sárgazsákos hulladékot a következő időpontokban szállítja el. Monor 1-es körzetében október 22-én, a 2-esben 24-én, a 3-asban 25-én, a 4-esben 26-án, az 5-ös körzetben és Monori erdőn pedig október 26-án. A zöldzsákos hulladékok szállítása a következők szerint történik. Péteriben és Vasadon október 30-án, Monori erdőn október 31-én lesz szállítás. A szolgáltató kéri önöket, hogy a zsákokat a forgalmat nem akadályozó módon tegyék ki ingatlanjaik elé. Az október 18-án megtartott testületi ülésen a monori önkormányzati képviselőknek ismét lehetőségük volt interpelláció keretében kérdést intézni a város polgármesteréhez. Szőnyi Sándor, Sinkovics László és Lendvai Endre képviselők éltek ezzel a lehetőséggel. Tisztelt képviselőtestület, egy megható megemlékezésről szeretnék beszámolni önöknek. Október 6-a a Nemzeti Gyásznapról, ugye a oktatási intézmények, ben, mint ahogy már nagyon régóta most is megemlékeztek. Azonban ehhez a megemlékezéshez Monoron egy nagyon jó hagyomány is társult, mégpedig a monori református temetőben nyugvó 1848-49-es szabadságharcban résztvevő monori volt katonáknak a sírjához rendszeresen és évtizedek óta kijárnak monori diákok, illetve monori polgárok. Ez most is megtörtént, és egy nagyon megható ünnepség volt, amit én nagyon szépen köszönöm a szervezőknek, illetve az ebben résztvevő diákoknak és az őket oda hozó tanároknak, illetve a monori polgároknak. Köszönöm szépen. Ugye tudom, hogy polgármester urat is, a képviselőtársam, amit sokan keresik, ugye ez a fúrott vagy fúrt kutaki időszakát járjuk most. Ugye a lakosság tele bizonytalansággal, jelentsük, ne jelentsük, meg lesz büntetve a lakos 300 ezer forintra, vagy nem lesz. Tehát én úgy gondolom, hogy érdemes lenne, tudomásom szerint ez a Stráza újságban tervezve is van, hogy megjelenik egy cikk. Én kérném szépen tisztelettel, mert megkerestek, hogy ők próbáltak a hivatalba, tehát valami közérthető módon, tehát ha a vonatkozó paragrafus meg jogszabályt idézzük be az illető ügyfélnek, hát azzal messzire nem megy, mert nagyjából semmit nem fog érteni. Tehát én úgy gondolom, hogy próbáljuk meg, és ne értsétek főre, úgy egyszerű nyelvre lefordítani ezt a dolgot, mert valóban én jártamba, keltembe csak olyannal találkozok, hogy megszülít, hogy most akkor mondd már meg, mi legyen, vagy hogy legyen. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk egyfelől dolgunk is ez, és én akkor megköszönném, hogyha ez mindenféle egyéb internet és egyéb felületeken is tájékoztatást kapnának most már a lakosok, hogy tulajdonképpen mi van. A következő sokkal kisebb vagy egyszerűbb, így haladjunk kifelé. Múlt hónapban jeleztem polgármester úrnak, hogy a 4-es műútnak azon a szakaszát elkészített a kivitelező, kicsit csúszott szerintem a dologgal, de számomra ez egy nem nagy dolog, de olyan vicces, amikor a levonult építkező beruházók után azért a táblák csak kimaradnak. Kapitány úr elment, nem akartam neki ötleteket adni, hogy egyébként a 30-as meg 40-es táblák kint vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy a állami közút, ahogy nem jelölt ki annak idén, amit megbeszéltünk, elkerül útakat, bár állított, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy annyit megérne, hogy kiküldene két embert, és hogyha szükséges, akkor szedjék már el azokat a táblákat, mert egyébként minek is? Nagyon jó esne az, mert mindenki csak forgatja a fejét, hogy mi van, és egyébként meg semmi nincs már ott. Kövál ZRT jelen van, ma láttam a kis tónál, hogy minden hadrafogható ember, főkertész, alkertész, sofőr, mindenki, kis tói árok, kis levezető csatorna, tehát úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ezek menjenek, viszont szíves figyelmét felhívnám a vezérigazgató úrnak, hogy amennyiben lesz szabad kapacitás ebből a 5-6 emberből, a Nádas utcába. Azok a fűszfa bokrok, amik benőtték az utat, tehát gyakorlatilag már nem is másfél sáv az az út, hanem már egy fél sáv. Tehát ugye most már ősz van, hullik a levél, alvóra fordul a fa, akár lehet most már talán metszeni is, vagy gajazni,
Tehát én úgy gondolom, hogy azért az szerencsésebb lenne, hogyha az rendben lenne téve valamilyen módon, mert ott mindenki csak bujkál. Következő, hát nem akarok én apja lenni egyik gyereknek sem, meg anyja, meg pláne nem, és ugye ezt nem is várom el az iskolába tanítóktól se, hogy a gyerek helyett, vagy a szülő helyett bármit elvégezzen, de ez egy régi probléma, ami sajnos most is aktuális, jelen esetben az Adi úti kerékpárút, illetve hál' Istennek azért egy kiváló minőségbe elkészült járda viszonylata. Tehát nem tudom, hogy mit kéne tenni, vannak erre egyszerű falusi eszközök, de azt nem javaslom senkinek, hogy valamilyen módon talán fölkérni a osztályfőnököket, vagy nem tudom kit, hogy korrepetáljuk már ezeket a szerencsétlen drága lelkeket, ezek a, hogy a kerékpárút kerékpárút, a járda az meg a járda. Tehát az, hogy elindult a suli, és vonulnak ottan szépen csapatokba fiataljaink, a jövő reménységei, és amikor bátorkodik neki valaki jelezni, bicikli jön csenget, akkor hát ne akarok szó szerint idézni, hogy akármilyen korú embernek milyen válaszsal állnak elő. Egyik ismerősöm ezt megoldotta, mert ő azt a falusi rendszert bevezette szépen titokba, és onnantól kezdve elcsendesedtek a legények. Én ezt nem szeretném, hogy ez rendszer lenne, de nem tudom a megoldást, de a közterületfelügyelőink egyébként valóban szólítják őket, tehát ez tényként igaz, de valamit kell ezzel kezdeni, mert eddig mondhattuk azt, hogy ne bukdácsolj, de most, és tudom, hogy ez a szülő dolga lenne, mert mitől szemtelen a gyerek, mert hát valahol csak nem tanulta. Tehát én nem szeretném, hogy a későbbiekből ne agyisten probléma legyen, de most már a város biztosította feltételeket, próbáljanak már meg ezek a drága fiatalok valamilyen módon úgy nagyjából igazodni. Nem nagy dolog ez, de ha el se igazodik a később, meg már mihez fog. Köszönöm szépen. Kurnak a hozzászólásokat. Megpróbálok válaszolni a felvetett kérdésekre, amire nem tudok, arra értelemszerűen majd írásban próbálunk megoldást találni. Ugye a kutakkal kapcsolatos felvetés az elnök úrnak ugye aktuális, és köszönöm, és jó is azt gondolom, hogy felvetette, mert a különböző fórumokon hozzánk érkező kérdésekből, felvetésekből, illetve a különböző közösségi oldalakon megjelent találgatásokból ugye valóban arra lehet következtetni, hogy a lakosság sem megfelelően tájékozott ebben a kérdésben. Ugye nincs könnyű helyzetben az önkormányzatunk, mert ugye egy magasabb jogszabályt kellene nekünk is végrehajtani, amely jogszabályt ugye nem mi alkottunk, tehát ennek az alkalmazását ugye nekünk is most kellene tanulni. Ugye a települési önkormányzatoknak ugye elsősorban ugye jegyzői hatáskörben egyfajta ilyen regisztrációs, kvázi hatósági jogköre lenne az eredeti jogszabály szerint, de ugye, mire elkezdtük volna azt a tájékoztató anyagot elkészíteni, amely ugye végülis a lakosságot informálta arról, hogy mi a teendő, kinek mi a teendő, hiszen ugye ugye esetek is különbözőek lehetnek, ugye itt a kúttípustól, illetve a létesítésnek az idejétől függően ugye másképp alakul a kútnak a jogi sorsa, illetve az ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettség is eltérő lehet. Tehát mire ezt azért azt gondolom, hogy a jelenleg hatályos jogszabály szerint ugye összeraktuk, és egyébként egy ilyen tájékoztatót a honlapunkon közzé is tettünk, ugye akkor kaptuk, és ez a tájékoztató ez egyébként most is elérhető a városnak az internetes honlapján, de mire ide eljutottunk, ugye akkor kaptuk a hírt, hogy a jól tudom, akkor kormánypárti képviselők ugye a módosító indítványt terjesztettek be a jogszabállyal összefüggésben, és ebben ugye kifejezetten kérték azt, hogy a december 31-i regisztrációs határidőt azt az országgyűlés azt tolja ki egyrésztről, másrésztről pedig én úgy tudom, hogy a részletszabályokkal kapcsolatban is voltak módosító indítványai. Magyarán most azt javasoljuk, sőt azt kérjük a lakosságtól, hogyha akinek ilyen kútja van, bármikor is létesítette, illetve bármilyen, tehát akár talajvízkút, akár rendes kútról van szó, az egyelőre ne csináljon semmit. Tehát ezt nyomatékosan kérjük, hogy egyelőre ne tegyenek semmit, hiszen várhatóan ugye maga a jogszabály is módosulni fog, a határidő biztosan módosulni fog, de
az elbírálásnak, illetve a bejelentésnek a szempontja, illetve a feltételrendszere is biztosan módosulni fog. Magyarán most nincs semmilyen teendő, várjuk meg együtt azt, hogy milyen irányban módosítja az országgyűlés ezt a jogszabályt, és akkor az új, reményénk szerint már végleges, és mondjuk talán picit könnyebben értelmezhető jogszabály szerint kell majd ezt a fajta regisztrációt elvégezni. Aki egyébként a most hatályos jogszabály szerint ugye mindenképpen mégiscsak szeretné a regisztrációt elvégezni, természetesen arra is van lehetőség, hiszen ugye ez a bejelentési formanyomtatvány, ezzel a kis tájékoztató anyaggal együtt is elérhető az önkormányzatnak a honlapjáról, tehát ez a www.monor.hu internetes oldalról. A M4-es felújításával kapcsolatos észrevételével kapcsolatban azt tudom mondani az elnök úrnak, hogy ugye egyrészt, ahogy azt nyilván mindannyian tudjuk, meg a nézők is tudják, ugye nem a Monorváros önkormányzata volt a beruházó, tehát ez a Magyar Közút Pest megyei igazgatósága újította fel egyébként nagy örömünkre a 4-es útnak ezt a egyébként szerintem fontos, meg forgalmas monori szakaszát. Ennek megfelelően ugye ők szerezték be az engedélyeket is hozzá. Ugye az engedélyeknek része kell, hogy legyen, tudjuk, mert ugye most a városi útépítések kapcsán is ezzel szembesültünk, egy úgynevezett ideiglenes forgalomtechnikai terv. És ugye ez az ideiglenes forgalomtechnikai terv tartalmazza azt, hogy mondjuk a felújításnak bizonyos időszakában milyen tereléseket alkalmaznak, illetve adott esetben milyen forgalomkorlátozások lépnek életbe, beleértve természetesen a sebességkorlátozásokat is. Azt gondolom, ugyanakkor már nem vagyok szakember, hogy ennek a tervnek azt is tartalmaznia kell, hogy amikor a beruházás műszaki átadása megtörténik, akkor azt követően ezeket a táblákat onnan elveszik. Ha nem történt még meg, akkor mi ezt természetesen a műszaki iroda útján haladéktalanul jelezzük a Magyar Közút illetékeseinek, hát elsősorban a monori üzemmérnökség felé fogjuk ezt az észrevételt továbbítani. A Nádas utcának a benőtt fűzfa bokraival kapcsolatos bejelentését rögzítettük a képviselő úrnak. Egyébként itt szeretnék utalni arra, hogy a közmeghallgatáson is téma volt, és ugye a lakossági észrevétel panasz érkezett, azt gondolom nem konkrét helyszíre, hanem általában azzal a problémakörrel kapcsolatban, hogy mondjuk a járdáknak a közterület gondozására kötelezett tulajdonosai, azok ugye nem minden esetben végzik el a belógó ágaknak a levágását. Most viszont ugye arról van szó, hogy a Nádas utca ugye önkormányzati út, tehát mi vagyunk a kezelői, tehát ezt nekünk kell ezt a munkát elvégezni. Az Adi úti kerékpárút használatával kapcsolatos felvetés, mert hogy ugye a fiatalok ugye rendszeresen ugye járdaként használják, ugye egy szerintem most már évek óta visszatérő probléma, sőt azt gondolom, mióta az Adi úton kerékpárút van, azt azóta járnak ott. Ezért magunk között szóval elsősorban a sztelényisek szerintem, bár azért gondolom, hogy az Adiból hazatérő diákok is időnként a kerékpárúton sétálnak. Ez valóban nem egy kellemes dolog, meg hát szabálytalan is. És azért is bosszantó azt gondolom, mert egy darabig ugye azt mondtuk, amíg az Ady Endre úti járdát nem újította föl az önkormányzat, gyakorlatilag szinte most már teljes hosszába, hogy hát azért járnak ott, mert a járda nem jó minőségű, vagy nem lehet normálisan közlekedni rajta, már hogy gyalogosan, de hát most már ez se igaz, mert azt gondolom, hogy az önkormányzat az elmúlt mondjuk 4 évben szinte minden olyan járdaszakaszt felújított most már az Ady Endre úton, ami mondjuk a gátja, hogy az akadálya lett volna, hogy ott végig lehessen gyalog is közlekedni. Belógó fák, ágak természetesen lehetnek, de azt gondolom, hogy ez már nem lehet az akadálya annak, hogy a gyalogosok azok tényleg a járdán közlekedjenek. Én most megmondom, hogy szerintem nem tudom a megoldását. Meg fogjuk keresni egyébként az érintett intézményeket, illetve az érintett intézményeknek a fenntartóit is, tehát a Sztelényi esetében ugye a Ceglédi Szakképzési Centrum, az Adi iskola esetében pedig az itt is jelenlévő monori tankerületi központnak a munkatársait, és akkor külön újra fel fogjuk őket hívni arra, vagy kérni fogjuk arra, hogy próbáljanak hatással lenni a diákokra, illetve felhívni a figyelmüket arra, hogy azért hol kell közlekedni gyalogosan, vagy hol lehet közlekedni gyalogosan. A közterület felügyelet
pedig tehát velük is egyeztetni fogunk, tehát a jövőben is megpróbáljuk azt kérni, hogy erre fokozottan figyeljenek oda. Nyilván megvannak az időszakok, amikor erre oda kell figyelni, tehát mondjuk napközben 9 és 1 óra között nem biztos, hogy érdemes, de mondjuk 9 előtt, és főleg a délutáni, tehát az iskola utáni időszakban viszont tényleg célszerű lenne, hogy akár így célzottan is kimenjenek a közterület felügyelők, és nyilván szóba figyelmeztessék a diákokat. Én is ugyan levettük a napi rendőr az út építés kérdéseit, és nem is önkormányzati útról szól a mostani észrevételem, illetve lakosság észrevétel. Ugye az általam sokat említett Gombaik István utca szakasz. Nagy örömünkre felvonultak a közútkezelő munkatársai, és a István utca sarkát gyakorlatilag úgy látom, hogy kész lett, mert már az útburkolati jeleket is felfestették. Remélem ez nem azt jelenti, hogy ezzel úgy gondolják, hogy végeztek is a feladatukkal, ugyanis ezzel, amit csináltak, éppen hogy az életveszélyes helyzeteket sikerül elkerülni az útnak a minősége ugyanolyan rossz maradt, mint volt. Úgyhogy tudom, hogy a polgármester úr folyamatosan tárgyalásban van ez ügyben, a MOL-lal és a közúttal is, és arra kérem, hogy nyugtassa meg a lakosságot, hogy ez nem a végleges megoldás, mert ugye ez már tavasz óta, ez a kátyú, meg ez a gyűrődés, ugye hóolvadás már rég volt, lassan jön az új hó rá, és kérem, hogy nyugtassuk meg a lakosságot, hogy ez már nem az elkészült végleges megoldás lesz, hanem megnyugtatva és új aszfaltszőnyeget fog kapni ez az útvonal. Köszönöm szépen. A képviselőnek a hozzászólását, hát ugye én magam nemében nem tudom megnyugtatni a lakosságot, mert ugye ehhez ugye kell egyrésztről maga a MOL, tehát az olajtársaság, illetve nyilván kell majd a képviselő testület, aki ha a MOL be is száll ennek a két útnak a felújításába, de azért a fennmaradó összegre a fedezetet biztosítani fogja. Ugye valóban ugye a múlt hét folyamán sikerült felújítanunk a tárgyalásokat az olajtársasággal. Most nagyon a részletekben nem mennék bele, hogy ezek miért akadtak meg, hát most már több mint egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt. Ugye kiderült, hogy az az illetékes vezető, akivel mi korábban tárgyaltunk, és ennek a területnek volt a felelőse, az távozott az olajtársaságtól, és ugye úgy távozott, ezt az utódja mondta el, hogy ezt az ügyet egyszerűen nem adta át senkinek. Tehát igazából az a vezetés, aki ezzel a területtel foglalkozik, és az ilyen típusú, tehát a MOL-nak a bányászati tevékenységéből eredő káraival is kell, hogy foglalkozzon, ez az új vezetés ez nem tudott arról, hogy itt a városnak van egy igénye az ő mondjuk tankerforgalmukkal összefüggésben. Most ismételten ezt rögzítettük, illetve nyomatékosítottuk, hogy szeretnénk, hogyha az olajtársaság helytállna és kártalanítaná a várost, illetve végül is a közútnak a kezelőjét, hiszen ugye bár önkormányzati tulajdonú ez a két út, de valójában ugye ez országos közutakról van szó, tehát az útnak az üzemeltetője, a fenntartója az a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Ugye pont ezért is én meghívtam erre az egyeztetésre a Magyar Közút Pest megyei igazgatóját, illetve a Monori Üzemmérnökségnek a vezetőjét, akik jelen voltak, és hát azt gondolom, hogy szándékegységben vagyunk, tehát ők megerősítették azt, hogy egyrészt valóban rosszak ezek az utak, ők egyetértenek az önkormányzattal abban, hogy ezek felújításra szorulnak, és ők azt is látják, illetve bizonyítottnak vélik, hogy a MOL-nak ez a teherautó forgalma, az igenis közrehatott abban, hogy ezek ilyen rossz állapotba kerültek. A most már csak, hát idézőjelben csak ugye a közrehatás mértéke a kérdés, magyarán, hogy a MOL mennyit hajlandó vállalni a helyreállításnak a költségeiből. Ezt ugye kétféleképpen fogjuk tudni megállapítani. Az egyik, hogy készítettünk egy új kalkulációt, illetve a megyei igazgató úr ugye jelezte, hogy ezt akkor ők frissíteni fogják, már ami a két útnak, tehát a Kistói útnak és a József Attila útnak a felújítására vonatkozik. Ugye ők meg fogják határozni a műszaki tartalmat, ez nekünk azt gondolom, hogy jó, mert nem nekünk kell azzal foglalkozni, hiszen nem mi vagyunk az útnak az üzemeltetői, hogy mi legyen a felújításnak a tényleges műszaki tartalma, és akkor azt követően pedig akár egy ilyen frissített forgalom számlálás eredményeképpen kellene megegyeznünk
az olajtársasággal, hogy ő mennyit hajlandó vállalni vagy viselni ezekből a költségekből, és hát hogyha megvan a megállapodás, akkor már csak a mi részünket kell hozzá, vagy kellene hozzá biztosítani, és akkor azt gondolom, hogy ezt végre le tudnánk zárni ezt a hát végül is vitát. A dolog egyébként én azt gondolom, hogy viszonylag egyszerű lenne, hiszen ugye nem építési engedélyköteles munkáról van szó, egy útnak a felújításáról, tehát nem új utat építünk. Ennek megfelelően, hogyha megvan a megegyezés, és ugye ezt azért más útépítéseknél látjuk, hogy azért most kicsit meglepő módon azért lehet útépítési kapacitást találni, tehát vannak ajánlattevők mondjuk a magasépítési munkákkal szemben, tehát én azt gondolom, hogy akár ezt jövő tavasszal meg lehetne csinálni, ami lehetne egy reális cél, csak még egyszer mondom, akkor ha látszik a megállapodás, vagy ha közelítünk hozzá, akkor én ezt mindenképpen be fogom hozni az önkormányzat elé, és akkor majd arra kérek felhatalmazást, hogy valamilyen összeg erejéig ebbe a városunk is vegyen részt.